megtalállak még valahol. Tudom jól. Több száz kerületi hölgynapját aranyozta be Újbuda önkormányzata. A március 8-án rendezett különböző nőnapi eseményeken rengeteg boldog arcot láthattunk. Az önkormányzat idén nem csak virágokkal szeretett volna kedveskedni a hölgyeknek, profi fodrászok, sminkesek és stílus tanácsadók gondoskodtak arról, hogy mindenki a lehető legszebb formájában tündököljön. Mindeközben Újbuda polgármestere, dr. László Imre külön köszöntötte az önkormányzat előadó termében a kerület 60 éves és idősebb hölgyeit. Kiemelte, nagyon fontos, hogy ne csak március 8-án szeressük és tiszteljük a nőket, hanem egész évben. Nők nélkül nem mesélhető el Újbuda, nem mesélhető el Magyarország és a világ. Nők nélkül nincs történelem, nincs közös jelen, és nincsen közös jövő sem. Ezért a nőnap, bár kivételes nap, azt is üzeni, hogy minden napnak, nem csak március 8-ának illik nőnapnak lenni. Nem egyetlen napra kell koncentrálni, hogy a nők iránt a tiszteletet kifejezzük. A köszöntő után díszcsomagolású virágokkal és zenés előadásokkal kedveskedtek a megjelenteknek. De nem csak az önkormányzat épületében, hanem a gazdagréti, őrmezei, kelemvölgyi és albertfalvai közösségi házakban is üdvözölték a szépkorú hölgyeket.